Minden kérdés megválaszolására egy perc áll a rendelkezésükre a vizsgázóknak. Ilyen és ehhez hasonló animációkat láthatnak azok, akik KRESZ vizsgát akarnak tenni. A mozgóképes feladatokat néhány éve vezették be, és az eredményeket látva újabb kérdésekkel bővülnek majd a vizsgalapok. A párhuzamos közlekedéssel, illetve a körforgalomban történő behajtással, körforgalomban történő közlekedéssel és a körforgalomban történő kiválással nagyon sok időt szoktunk tölteni, de ezekre vonatkozóan még kevés mozgóképes kérdés van a vizsga kérdés sorban. Én úgy gondolom, hogy ebbe az irányba a szakemberek biztos, hogy el fognak mozdulni. A feladatok mellett egyéb változásokra is érdemes figyelni a vizsgázóknak ettől az évtől. A közlekedés igazgatási hatóságnál kell bemutatni az elsősegély nyújtási tanfolyamokon megszerzett vöröskeresztes igazolást. Valamint 2018. július 1-től kormányhatározat született arról, hogy a 20 év alattiaknak az elméleti vizsgadíját, valamint a tanfolyam díját 20 ezer forint értékben visszatérítik. Az adatok alapján Heves megyében évről évre többen akarnak jogosítványt szerezni, így fontos, hogy a modern technika segítségével a leendő autóvezetők minél jobban fel tudjanak készülni a lehetséges közlekedési szituációkra.